Grupa Marénában negyedik alkalommal rendezték meg az FTC üzleti foci kupát. A szokásos gólgazdag mérkőzésen ismét kitettek magukért a résztvevők, és természetesen nem hiányozhatott a humor sem. Már a negyedik alkalommal rendezték meg üzleti partnereink számára a már hagyománnyá vált éves FTC üzleti kupát. A mindig rendkívül jó hangulatú esemény főmérkőzésén a teljesség igénye nélkül olyan korábbi futballisták léptek pályára, mint Lipcsei Péter, Hajnal Tamás, Vladan Csukics, Keller József, Dejan Milovanovic vagy éppen Szűcs Mihály. Ugyanakkor Ferencváros polgármestere, Bácskai János is ott volt a játékosok között. Az esemény legfőbb céljairól és persze az izgalmas összecsapásról a Krupama Arénát üzemeltető Lagarder Sports Hungary két ügyvezetőjével, Siklósi Csabával és Igaz Andrással beszélgettünk. Az egész hangulat, ami körbeveszi ezt az eseményt, szerintem most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy visszatérő eseményként várják a partnerek, hogy találkozhassanak egymással, átéljék ezt az élményt, gólt rúgjanak az arénában, ünnepelhessenek. Úgyhogy ezt megtartjuk, szép hagyomány. Szerintem mindenki nagyon élvezi, mert mindannyiunknak nagy élménye az arénába pályára lépni. Ugye van olyan volt játékos, aki ugye még nem játszott itt, vagy talán csak egy öreg fiúk meccset. A szponzoroknak, meg a nézőknek, akik eljönnek, meg szerintem jó élményt nyújt ez a gálamecs, és tényleg az, hogy a volt legendáinkkal tudnak játszani. Ugye idén az aktív játékosainkkal nem kockáztattunk, hogy itt az elmenetelés előtt véletlenül megsérüljenek. Összehozza itt a társaságot, ugye a meccsen nem mondom, hogy ott kötöttebb a program, de azért mindenki szépen a helyéről nézi a meccset és szurkol, itt meg több terünk és lehetőségünk van beszélgetni. A mérkőzés elején igencsak felborult a pálya, ugyanis a fehér csapat 4-0-ás előnyre tett szert. Ekkor jött egy váratlan húzás a vendégek edzőjétől, Bánki Doditól. Arra voltunk kíváncsiak, hogy pusztán véletlen vagy taktikai húzás volt a 12. játékos alkalmazása. Teljesen tudatos volt. Hát valamit tenni kellett a 0-4-nél. Én biztos voltam benne, hogy föl fogunk jönni. Én nem a fél időben vártam, hogy egyenlítünk, hanem a második fél időben, de hát ez egy ilyen csapat. Hatalmas szenvedélye van ennek a zöld társaságnak. De azért az ellenfél kiszúrta valahogy. Hát 10 perc után, hála Istennek. De bejött, mert sikerült egyenlítenünk. Hát ennyit számít a Fradi szív. Hát igen, Dodi rutinosan mondhatni, hogy jó cserét, megmondom őszintén, hogy én sem vettem észre, csak amikor nagyon reklamált a fehér csapat, be kell vetni mindent egy meccsen. A 9. kerület polgármestere, vagy ha úgy jobban tetszik, a zöld csapat jobb hátvédje mesélt egyik pihenője során a pályán töltött élményeiről. Hajnaltam, itt is kétszer megtámadtam, az nem sikerült. De Krisztián elől ki tudtam pöckölni, nem lehet, hogy ez nagy élmény, de hát nézni azt, hogy passzolnak, milyen pontosan lábra, pont olyan sebességgel érkezik elém, hogyha futok, hogyha nem futok, akkor olyan sebességgel érkezik, hogy le tudom venni, tehát ez nagyon nagy élmény. Sokat lehet tanulni is a helyezkedést, hogy hova várom a labdát, és akkor jobbról megyek, balról, elé megyek, vagy mögé megyek, ezeket mindig ki lehet figyelni. Egykori legendánk Lipcsei Péter összegezte az első félidőt, valamint adott nekünk egy rövid elemzést a fehér csapatról. Hát én elfáradtam ez a 20 perc, ez most elég is volt, de hát remélem, hogy majd az edző visszarak majd a másik félidőben. Mert nagyon erős ellenfél. Ugyebár az előbb is elmondtam, talán nekik jobban jött ki, hogy elmentek edzőtáborba 3-4 napra, nekik ez jobb volt. Mi most találkoztunk a mérkőzés előtt, úgyhogy hát szeretnénk játszani egy jó mérkőzés nyilván, úgyhogy remélem, hogy a másik félidőben ki fogunk tudni egyenlíteni. A mérkőzés vége előtt néhány perccel 7-6-ra vezettek a zöldek, körbe kérdeztünk, hogy milyen végeredményt jósolnak az érintettek. Mi nyerünk 8 hétre, úgyhogy várjuk ki a végét. Ha mindenféleképp a Fradi nyer, és nálam ez a lényeg. Mindegy, ki nyer, csak a Fradi legyen az. Végül nem esett már több gól, így a zöld csapat 7-6-ra megnyerte a nagy presztízzsel bíró csatát. A legjobb kapus címét Boros Boldizsár vitte haza, a legszebb góldíját Borsányi Gábor nyerte meg, míg a legjobb játékosnak Bálint Zoltánt szavazták meg nézőink. Az esemény pedig jó hangulatú vacsorával, valamint egy kis szórakozással zárul. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n.
Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.